A bőr a legnagyobb szervünk, és ahhoz, hogy kellő védelmi funkcióját elvégezze, minden évszakban szükséges megfelelően ápolni. Természetes, hogy változik a bőrünk nyáron, többet izzadunk, kiszárad a bőrünk, rengeteget fürdünk, járunk édesvízbe, járunk a tengerpartra, tehát ez mind-mind befolyásolja a bőrünket, sőt az étkezés is, mert nem mindegy, hogy télen sok kurkát, kolbászt teszünk, vagy nyáron sok zöldséget, gyümölcsöt, úgyhogy ez is nagy mértékben befolyásolja a bőrt. Tehát ezekhez a dolgokhoz kell alkalmazkodnunk. Mindenképpen azt tudom mondani, hogy a száraz bőrre testápolót kell használni, ez természetes, az arcot is kenni kell, és védeni a napfénytől. A szakember elmondta, hogy kalapviselésével sokat tehetünk a napégés és a napszúrás elkerülése érdekében. Déli napban nem szabad kimenni. A másik dolog, hogy használjunk fényvédőt. A harmadik, hogy szabad napozni, de szigorúan tilos leégni. Nagyon fontos, és figyeljenek oda a gyerekekre, csecsemőkre, mert az ő bőrük még sokkal érzékenyebb, tehát őrájuk még jobban kell vigyázni, tehát lehet fényvédőket kapni, ami direkt kisgyerekeknek vagy csecsemőknek való. Rozáciás bőrrel napra menni nem szabad, de már létezik napvédőkrém, amellyel ez lehetséges. Napallergia. Nagyon gyakori. Muszáj róla beszélni néhány szót. Erre azt tudom mondani, hogy az utóbbi időkben rendkívül jó fényvédőket lehet kapni, amelyek tematizáltak. Tehát például létezik olyan fényvédő, ami kivédi a napallergiát, és azt tudom mondani, kipróbáltam a családomra, nagyon jó. Azóta, mióta ezt használják, sem az unokám, sem pedig a menyemnek nincsen napallergiája, tehát érdemes megpróbálni, de van olyan fényvédő is, ami például a barna foltokat halványítja és kivédi. Van olyan fényvédő, amiben hialuronsav van, tehát kicsit gátolja az öregedést. Érdemes ilyenkor a táplálkozásra és a folyadékbevitelre odafigyelni. Bőrünk egészségért megelőzéssel tehetünk a legtöbbet.